A városban már régóta működő cégnél komoly beruházást hajtottak végre a közelmúltban. Az új Széchenyi terv pályázaton elnyert több mint 200 millió forinthoz, a cég további 700 milliót tett hozzá, ezzel új gépsorok kezdték meg működésüket. Nem először jártam a Szaminának a gyárában, hiszen már amikor elkezdtem a polgármesteri tevékenységemet, azzal kezdtem, hogy a legnagyobb foglalkoztatókat felkerestem, és végig jártam a gyártócsarnokokat. Úgyhogy olyan nagy meglepetések nem értek, de nagyon örültem annak, hogy a Szamina is belépett azon cégek körébe, amelyek kihasználták az új Széchenyi terv pályázati lehetőségeit, és technológia fejlesztésre, új gyártósorok beszerzésére használta fel a kormányzati támogatást. Több mint 200 millió forint ilyen támogatás érkezett az Európai Unió és a kormányzat részéről, és két gyártósor került ebből beszerzésre, de nem csak uniós támogatással valósít meg a Szamina fejlesztést, hanem saját beruházásból is újabb gyártósorok fognak érkezni. Ez biztosítja azt, hogy több mint 1000 tatabányai és környékbeli családnak a megélhetését biztosítja a Szamina. Nem rövid ideje, hiszen tudjuk, hogy egy régen tatabányán jelenlévő cégről beszélünk, amire bízunk benne, hogy egyre biztosabban számíthatunk. Nagyon helyes, hogy ahogy Tatabánya városa is több lábon áll, tehát nem egy vevőtől, vagy nem egy cégtől függünk, hanem nagyon sok cég működik az ipari parkban, akik nagyok, akár gondolunk a Szaminára, akár a Bristolra, a Coloplastra, a Grundfossra. Ugyanúgy a Szamina sem egy lábon áll, hanem van autóipari beszállítói része, van kisebb mértékben, de egészségügyi területre is gyártanak elektronikai termékeket, és a másik jelentős az autóipar mellett, ez a távközlési szektornak történő gyártás. Ma már nem a mobiltelefonok, hanem sokkal inkább az átjátszó állomások, különböző adatátviteli internet központokba történő egységek szállítása történik és gyártása itt. Ez a több lábon állás kiszámíthatóságot és biztonságot jelent a vállalat számára. Manapság főleg autóelektronikai és telekommunikációs berendezéseket gyártunk. Az autóelektronikában inkább csak elektronikai lapokat és részegységeket, míg a telekommunikációban komplett kommunikációs egységeket és komplett berendezéseket a mobiltelefon központokhoz. A gyár jelen pillanatban olyan 75%-os fejlettséggel működik. Az elmúlt években sikerült stabilizálnunk a létszámot, tehát a korábbi hit, ami szerint a Szamina folyamatosan változtatja a létszámát nagy mértékben, ez nem így van. Az elmúlt 5 év folyamán folyamatosan növeltük a létszámunkat, jelen pillanatban 1100 fővel dolgozunk. Az elmúlt pár évben jelentősen sikerült javítani a profitabilitásunkat, minek hatására az egyik legjobb gyárrá váltunk világviszonylatban is.